Mindössze 6 edzéssel a hátuk mögött vettek részt a tolnamözsi futzálos lányok az NB1-es csapatok számára megrendezett szokásos nyári strandfoci bajnokságon Balatonlellén. Újoncként a játék csínyának, binyának elsajátítása nélkül nem lehettek vérmes reményeik, már a rutinos résztvevőknek számító további 8 csapat alkotta a mezőnyben. Ennek ellenére már az első fordulóban begyűjtöttek egy győzelmet a 2 vereség mellett, az elvesztett meccseken sem játszottak egyébként alá rendelt szerepet a tolnamözsiek, akiknek már az új edzőpáros egyike Ács Gábor adta a tanácsokat. Akinek nem volt szokatlan ez a helyzet, mert hogy eddigi edzői pályafutása során készített fel már csapatot kispályás foci eme nyári változatára. Ez maximálisan beillik a felkészülésbe, és nagyon jó fizikai és technikai alapokat teremt a futsalhoz is. Igazán én nem láttam a leépülést, mindenki próbálta a keretekhez képest karbantartani magát, de ez a strandfoci lesz igazán a felmérő az, hogy ki milyen fizikai és technikai állapotban van. Komoly alkalmazkodást igényel egyébként a strandfoci. A passzolás egészen más, tudni kell a labdát kiemelni a homokból, és annak elvesztése után időben visszazárni, blokkolni szinte kötelező az ellenfelek lövési kísérleteinél. A gyakori pontrugások technikáját nem könnyű elsajátítani. Nos, mindezekben és másban is napról napra javultak Ács Gábor tanítványai, akik a második fordulót már 2 győzelemmel indították. A Fehérvár FC legyőzése után ott jártunkon, éppen a fővárosi Kelen SC fölött is diadalmaskodott a csapat. A 17 éves kis Gréta, aki már a futzálban a felnőtt csapat kapuját erősen döngeti, nos a homokfosziban is megmutatta kvalitásait, gólpasszokat adott, és végre gólt is szerzett, nem is akármilyet. De mint mondta, ebben a játékban is a gólig legtöbbször kollektív játékkal lehet eljutni. Passzolásra is nagyon figyelni kell, mert itt figyelhetünk ugye a buckákra is, és azok könnyen el tudják a labda útját. Hogyan megy a strandfoci? Hogyan alkalmazkodsz a körülményekhez? Hát én úgy érzem, hogy jól megy, most ma végre sikerült egy gólt rúgnom, aminek nagyon örülök, már meccsek óta próbálom, és ez az első. Úgy látja, a torna sokat adott neki és a csapatnak is. Erről létileg mindenképpen felkészít minket, de játék szinten is, és a csapatot is közelebb hozza egymáshoz. Lépjünk túl a strandfocin. A tolnamözs ugyanis Bici Gábor, Ács Gábor kettőssel a női NB1-es futzál bajnokság rajtjára készül. Jó előjelekkel, hiszen a tolnai tehetséges fiatalokból és a fővárosi tapasztalt játékosokból álló csapat lényegében a folytatásra csak nem teljes egészében együtt maradt. Éppen ezért tekintettel arra, hogy náluk tehetősebb sztárcsapatok szétesése zajlik éppen, Ács Gábor nem félt kijelenteni azt, amit még senki se, hogy akár a női NB1-es bajnokság megnyerése is lehet a kitűzött cél. Bici Gáborral fogjuk, akivel én már régebb óta együtt dolgozom, sőt barátom is, és együtt játszottunk közel 20 évet. És közösen fogunk edzéseket és meg mérkőzéseket is vezényelni, és teljesen 50%-os megosztásban próbálunk mindent. Én úgy gondolom, hogy ez működőképes. Heti 2 edzéssel fogunk készülni a bajnokságba, és a fiatalok is, a tolnai fiatalok is mind a 2 edzésen ott lesznek, és én nagyon nagy potenciát látok a tolnai 14-15 éves lányokba, és itt is nem csak futsalba, hanem itt is már bontogatják a szárnyék, és sőt azt mondom, hogy kezdenek kiemelkedni a mezőnyből. Szalkai Kittire, Horváth Hannára, Szőlősi Alexandrára, Nagy Noémire, Csapó Orsolyára, és a tavalyi teljesítmény alapján kiemelkedő Bajcsi Krisztinára továbbra is számíthat a szakvezetés. Miképpen a saját nevelésű, tavaly üstökösként berobbant 2 tolnai tehetségre, Wiesner Dalmára és Vámosi Georginára is. Szerencsére elmondhatjuk, hogy idén nem volt akkora problémánk a csapatépítéssel, a maga az abszolút megmaradt, és még érkeztek föl utánpótlás játékosok, úgyhogy így nyilván tudunk egy új csapatot, nyilván fiatalokkal kicsit kibővíteni, és ennek nagyon örülünk, van egy kis frissítés. Még fiatalabb tolnai lányokkal is, ahogy betöltik a 15 évet, számolunk a keretbe, sőt a mérkőzéseken is szeretnénk, hogyha minél többet pályára lépjenek.
és mernek akkorát álmodni, amit még eddig a női futzál NB1-es tolnai története során egyszer sem. Úgy ketettük le az alapokat, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot, és egy bajnokságnak a megnyerése szerintem mindenki számára a kihívás. Az ehhez vezető úton az első mankó a strandfoci bajnokságon való részvétel volt, amelyen a végeredmény nem igazán volt fontos. Egyéb iránt a rendkedvéért elmondjuk, a 9 csapatos mezőnyben 6. helyen zárt a Tolnamörzs NB1-es női futzálcsapata.